Szerencsére már elenyésző a napi új fertőzött betegek száma Cegléden, ahogy az a heti járványügyi adatokból is jól látszik. Az ötödik hullám végéhez közeledik az ország, ezért a kormány hétfőtől eltörli a kötelező maszkviselést és a védettségi kártya szerepét. Az egészségügyi szolgáltatások is visszatérhetnek a normál működésükhöz. Az oltás azonban továbbra is folytatódik, márciusban is lehet csütörtök, péntek és szombaton előzetes időpontfoglalás nélkül kérni valamely vakcinát. A miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjúban azt mondta, reméli, nem lesz újabb járványhullám. Mindenki figyeli, az összes szakemberünk, tanácsadók, tudósok, professzorok, hogy lesz-e hatodik hullám, hogy ennek első jelére reagálni tudjunk. Egyelőre a helyzet inkább biztató. Nem kizárt, hogy az ötödik hullám volt az utolsó, de erre garanciát ma senki nem tud adni. Szakaszgyőzelmet biztosan arattunk, azt akár meg is ünnepelhetjük. A vírus az ötödik hullámban is legyőztük. Orbán Viktor beszélt az orosz-ukrán háború miatt életbe léptetett szankciós politikáról is. Azt mondta, a büntető intézkedések miatt rövid távon az energiaárak emelkedése okozza majd a legnagyobb kihívást. A szankciók miatt hirtelen 50-60%-os energiaár emelkedés történik egész Európában. Ez Magyarországon is így van, nekünk védeni kell a családokat a rezsicsökkentéssel, most is védenünk kell őket, ez pénzbe kerül, ezt elő kell teremteni a pénzügyminiszter úrnak. Az infláció kezelésében a jegybank és a kormány összefogását emelte ki Orbán Viktor, de az áremelkedésekkel kapcsolatban még nem lehet látni a hatásokat, mert azt sem lehet tudni, mikor ér véget a háború, tette hozzá Orbán Viktor.